Játék, kacagás, szabadság, önfeledt pillanatok, bár minden gyermeknek erről szólna a gyermeknap és az egész gyermekkor. Mi mai műsorunkban mindenképp arra biztatjuk felnőtt nézőinket, hogy ilyen élményeket szerezzenek gyerekeiknek és önmaguknak. Emellett persze néhány hasznos tanáccsal is szolgálunk. Tartsanak velünk! Talán akkor kezdünk el igazán felnőtté válni, amikor az első felelősség ránk hárul, amikor az első hibát elkövetjük, amikor először észrevesszük azt, hogy egy dolognak igenis van súlya. A játék alatt újraéli a napi eseményeit esetleg a gyermek. Próbáljam arrafele fektetni teljesen a hangsúlyt, hogy tényleg pillanatokról szóljon, és ne arról, hogy beállítsuk azt a gyereket, aki tényleg unni fogja biztos. Félünk a haláltól. És a halállal szemben a halhatatlanság lehetőségével áltatjuk magunkat. Mi leszel, ha nagy leszel? Gyakran a gyerekeknek szegezik ezt a kérdést. Ők pedig akár évről évre más és más válasszal jönnek. Így volt ez Farkas Anna 10-es diáklány esetében is, aki az igazi nőrovatunk mai főszereplője. Minden változott, de ezt talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor kisebb voltam, ez egy kicsit furcsa talán, de hogy mindent, mint hogyha színesebben és élesebben láttam volna, de ugyanakkor az a színes és éles egy adott fokon kevés volt. És ami most van, ahogy minél többet kezdek el tudni, és minél a dolgok kezdenek szürkülni, vagy mattabb színűvé válni, annál jobban érzem, hogy többet és jobban kell tudni, és jobban kell igyekezni, és jobban kell több a felelősség. Belecsöppentem ebbe az iskola, meg ugye a liceum által, és azáltal, hogy most már egyre több programban kell részt venni, egyre több olyan dologgal kell foglalkozni, ami fontos és komoly, és ezért ugye próbálkozom minél többet adni magamból. A szabad érzés hiányzik, hogy bármikor, bármit csinálhattam, amit akartam, és most meg megvan az órarend, hogy nap mint nap mit kell csinálni, és hogy hétre suliba kell menni, és háromkor végzek, és akkor ugye rendezem úgy a dolgaimat, hogy még legyen idő tanulásra is, de hogy legyen idő arra is, hogy szórakozzak, meg legyen idő a barátomra is, meg a barátokra is, és most mindent be kell osztani, és ez olyan más, mint kiskoromban, mert akkor tényleg csak annyi volt a dolgom, hogy elszórakozgassak, egyek, igyak, beszélgessek, barátok, kis barátokkal játszadozzak, és ez azért nagyon hiányzik. Kiskoromban, mint a legtöbb gyereknek, körülbelül minden nap más ötletem volt arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek, de köztük volt természetesen a balerina, az énekesnő, a cukrásznéni, még a testvérem inspirálására még vadász is akartam lenni egyszer, mert ugye ez az állatokkal foglalkozik, azt nem tudtam, hogy tulajdonképpen mit foglalkozik az állatokkal, ezért nagyon megtetszett. Ahogy teltek az évek, egyre jobban kezdtem a művészetek fele kalandozni, például kiskoromban nagyon szerettem rajzolni, de aztán ezt elhagytam, mert most már nincs is nagyon időm, és rájöttem, hogy annyira nem is az én világom a rajzolás, csak egy hobbiból. De az olvasásban nagyon megtalálom magam, és különösen a versek olvasásában, és a színészetben is, meg a szavalásban, a szabad beszédben, és ezek nekem nagyon-nagyon tetszenek, mint műfaj, és tulajdonképpen ebből próbálok most is kiindulni. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor feltesznek, és legtöbbször egy válasz mögé próbálok bújni, de tulajdonképpen ez már elég sokszor, tehát hogy változik, de mindig próbálom megfogalmazni ezt magamban, de a standard válasz az az, hogy egy színésznő leszek. De tulajdonképpen ezt még én sem tudom. Próbálok felfedezni új dolgokat, és próbálom megismerni magam, de még nem tudok egy pontos és konkrét választ.
tulajdonképpen a színjátszás az az oviban kezdődött, vagy tulajdonképpen első osztályban, nem emlékszem pontosan, az ovi utolsó évében vagy első osztályban, amikor a Kiugrott a gombóc című kisgyerek dalt kellett eljátszani, hogy az egyik osztálytársam volt a szakács, és én voltam a gombóc. És hát ez egy nagyon kezdetleges kis úgymond szerep volt, de ami engem felbátorított, és ami miatt rájöttem, hogy ezt én szeretem, az egyrészt a szavalás, mert hogy kiskorunk óta rengeteg szavaló versenyre vittek az iskolában, és rengeteget kellett szavalni anyák napjakor, meg karácsonykor, meg húsvétkor, meg mindenféle ünnepen. És a másik dolog az pedig, hogy ugye én unitárius vagyok, és járok az Odfie egyletre, ami tulajdonképpen minden héten van, és ez tulajdonképpen amellett, hogy egylet, egy amatőr színjátszó csoport is. Anna hétköznapjait az iskolai teendők határozzák meg, emellett természetesen figyel arra is, hogy minden nap iktasson be egy olyan tevékenységet is, amelyekből energiát tud meríteni. Sok esetben szervezett tevékenységekre vágyik, de olyan is van, hogy egyszerűen attól töltődik fel, hogy lazít, pihen. Iskolán kívül meg teljesen más az élet, ugye ott van a család, akikkel sok időt töltök együtt, viszont ott vannak a barátaim, meg a barátom, akivel rengeteg időt töltök, és szeretek csak úgy mondjam, mint ahogy a Mici Mackóban semmit sem csinálni, mert az olyan jól esik, amikor csak elmegyek egyet sétálni a parkba, vagy a Fellegvárra, vagy csak egy kávézóba leülök és beszélgetek valakivel az élet nagy dolgairól, amik számunkra most fontosak. A szabadidőmet úgy szeretem alakítani, hogy legyen benne olyan időtöltés, ami ilyen értékes idő. Tehát, de nem feltétlenül arról van szó, hogy most kiadom magamnak, hogy meg szeretnék tanulni ennyi és ennyi dolgot, vagy el szeretnék olvasni ennyi és ennyi dolgot a szabadidőmben, hanem például beszélgetni egy olyan emberrel, akivel esetleg rég nem tudtam, találkozni emberekkel, akikkel esetleg össze voltam veszve. Szóval próbálom úgy alakítani a szabadidőmet és a tevékenységeimet, hogy mindig valamilyen új dolog süljön ki belőle. A családdal hát gyakran megyünk kirándulni, főleg most, hogy tavasz van, így nyár fele, rengeteget megyünk kirándulni, meg már egy múlt hétvégén le is egyeztettük a családi programokat, hogy nyáron hova megyünk és hogy hova utazunk. Régebb ilyen óriási nagy családi találkozókra jártunk, ahol tehát ugye én voltam az egyik legkisebb, de azért nem a legkisebb, tehát az ilyen középtájban levő kislány, és akkor rengeteg bujócskát játszottunk, tehát tényleg ott az óriási kerttel, meg a házzal, meg ugye a csűr, ahol persze el lehetett bújni, meg fákra fel lehetett mászni, ugyanez ilyen óriási nagy dolog volt ugye városi kislány révén, de a bujócska tényleg egy nagyon meghatározó játék a gyerekkoromban, mert tényleg rengeteg bujócskát játszottam. És ez emellett persze fogócskáztunk is, meg aztán kitaláltunk az ilyen, hogy kitalálta az egyik unokatestvérem, aki azt hiszem negyedikes volt, és épp történelemből a harcművészeteket tanulta, hogy na barantázzunk, meg rengeteg ilyen játékot játszottunk, meg rengeteget kártyáztunk, meg régebb a szüleimtől mindig társas játékot kaptam karácsonyra, meg születésnapomra, úgyhogy azokat is nagyon-nagyon szerettem. De hát nem mondom azt, hogy nem játszottam számítógépes játékokat. Azt hiszem az első számítógépes játék, amit játszottam, szerintem egy olyan 5 éves lehettem, egy ilyen öltöztetős játék volt, ahol egy ilyen kis sünit kellett felöltöztetni, vagy nem is tudom, egy állatkát kellett felöltöztetni különböző köténykékkel, meg nem tudom, hogy mivel, de na hát már én is ebbe a generációba tartozom, akik már számítógépes játékokat is játszok. Igen, a játék azoknak az önfeledt gyermekkori perceknek a szerzője, amely megadja az ártatlankor sava borsát, és amely mellékesen az életre is felkészít. A következő percekben Nagy Wolf Ildikó pszichológussal a játék fontosságáról beszélgetünk. Maga a játék
játék az egy olyan tevékenység, amelyet önként szabadon választunk, és főleg azért, mert örömet szerez számunkra. Úgy gondolom, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is nagyon fontos, pont azért, mert a mindennapi rutinunkból ki kell lépni, meg kell találni azt a módot, ahogy a feszültséget levezessük, és erre a játék egy megfelelő tevékenység. A játék alatt újraéli a napi eseményeit esetleg a gyermek. Meg tudja oldani esetleg a konfliktusait, vagy megpróbálja megoldani játék közben, vagy egy felkiáltó jel lehet a szülő számára, hogy meghallja a játékban a gyermek aggodalmait, vagy az, hogy mi érdekli a gyermeket, vagy mi foglalkoztatja a gyermeket, amit esetleg nem mondaná el játékon kívül. Meg kell éljen a gyermek arra, hogy társas játékozni tudjon. Tehát én úgy gondolom, hogy értelmileg egy olyan 5-6 évessel lehet leülni játszani, akkor, amikor tudja, hogy abban a játékban vannak szabályok, és hogy vannak lépések, amelyeket be kell tartani. Tehát, hogy most dobok, de hogy a következőben kell várjak 1-et, 2-t, 3-at, attól függően, hogy hányan veszünk részt a társas játékban, és hogy ehhez türelem kell. Egy 3 évesnek nincs türelme. Persze ez gyakorlat kérdése, meg az is számít, hogy hányadik gyermek, mert ugye a második, harmadik gyermek már látja, hogy hamarabb fejlődik ilyen szempontból. És hogy szabad-e hagyni nyerni, vagy nem, én úgy gondolom, hogy az elején talán igen, tehát hogy nem kell a szárnyait egyből letörni, hogy most a felnőtt nyer, vagy hogy a felnőttel szemben nincs semmi esélye, de hogy megérezze azt is, hogy nem mindig, vagy nem azért, mert ő gyermek, meg hogy nem tud lépéseket betartani, akkor hagyjuk őt. Nagyon fontos az, hogy a gyermeknek milyen a személyisége, tehát hogyha abban van nehézsége, hogy nem tud együttműködni, hogy nehezen kapcsolódik be csapatmunkában, akkor jól jön egy csapatjáték, tehát hogy egy olyan sport, ahol csapatban játszik, és megtanulja azt, hogy oda kell figyeljen a többiekre, hogy a többiek számítanak rá, hogy nem csak egyénileg törtet, hanem segít másoknak, és azáltal a csapat nyer. Tehát, hogy egy együttműködés, ez egy ilyen sport sokat tud alakítani és fejleszteni. A mai generációnak fontos az, hogy digitálisan is játszódjanak, de nem helyettesítheti a szabadjátékot. Tehát megtiltani nem lehet, meg nem is szabad, mert hogy a környezetben nagyon sok gyereknek van, akkor én milyen alapon mondjam azt, hogy gyermekem, neked nem szabad, igen, ki lehet próbálni, de úgy érzem, hogy azt is egy olyan 5-6 éves kortól, és együtt kiválasztani, vagy a felnőtt válaszza ki, hogy milyen jellegű játékot, és hogy mennyi időt. Tehát, hogy sokat számít, hogy kiskorban egy olyan 5-10 perc maximum, és ahogy nő iskoláskorban, akkor lehet fokozatosan emelni azt az időt, de ne helyettesítse a szabadjátékot, a tárgyakkal való játékot, tehát, hogy mértékkel mindenképp. Mindenképp játszódjunk a gyermekkel, persze, tehát, hogy ott tapasztalja meg, hogy anya és apa milyen ember. Tehát, hogy és ő meg utánzás által tanul a legtöbbet. Tehát megtapasztalja azt is, hogy apa hogy vesz részt a társas játékban, hogy izgul-e, hogy törekszik-e, hogy szeretne nyerni, hogy szurkol-e nekem, hogy én utolérjem. Tehát, hogy egy csomó mindent megtapasztal a társas játék közben. Viszont erőltetni sem lehet, tehát hogyha én anyaként nem szeretek társas játékozni, akkor a gyermek azt meg fogja érezni, hogy ez csak egy tudjunk le program, és hogy ha érzi azt, hogy szenvedélyesen játszunk, hogy jól érezzük magunkat abban a társas játékban, akkor nagyszerűen fejleszti a személyiségét.
Számtalan olyan pillanat van az életünkben, amikor megállítanánk az időt, ebből nagyon sok gyerekeinkhez kapcsolódik. Olyan közös pillanatok, amikre mindig szeretnénk emlékezni, és amit számára is meg szeretnénk örökíteni. Néha profi fotóst kérünk arra, hogy a fontos eseményeket Lencse végre kapja, hisz ő ismeri a titkot, amivel egy képbe sűrít érzést, élményt, látványt. Hogy mit rejt magába egy ilyen fotózás, a mai alkalommal Józsa Levente fotós Lencséjén keresztül fogunk betekintést nyerni. Józsa Levente 2012-ben kezdett el fotózni, legelső alanyai az unokaöccsei voltak, akiknek életét szinte születésük pillanatától kezdve, képekben is végigkövette. Ők ihlették a Kistesó nevet viselő projektjét is, amely során kimondottan gyerekeket fotóz, gyerekekhez kapcsolódó eseményeket örökít meg. Szerintem, amikor valaki fotóst választ, most talán mondhatnám minden témára, de ebbe a gyerek témába is, akkor tehát sokan azt várják el, vagy sokan azt akarják, hogy egy, például egy eseményt minőségibb képeken örökítsenek meg. De szerintem pont nem ezt kellene elvárják egy fotóstól, hanem hogy azért hívják oda egy fotóst például egy gyerekfotózásra, vagy akár egy szülinapra, most már tényleg egyre több az, hogy akár a szülinapra is elhívnak, mint fotós, hogy ne azt akarják ők, hogy utána egy minőségibb képet tegyenek ki a falra, mert a mai világban azt már olyan könnyedén megteheti bárki, akár egy elolvasott cikk után, hogy tényleg hogy kell minőségibb képet csinálni, hanem hogy azért hívjon engem oda, mert kell neki egy külső szem, kell neki az, hogy olyan dolgokat vegyen valaki észre, amit ő nem fog szülőként akár, és ez is az egészben az érdekes, hogy sokszor szerintem egy szülő nem tudja úgy a saját gyerekét észrevenni akár, vagy nem tudja úgy lefotózni, mint egy külső szem. Fontos az, hogy ne úgy menj oda egy akármilyen fotózásra, hogy akkor ott ismered meg őket, mert azzal fog eltelni az első, vagy akár az egész fotózás, hogy úgymond ismerkedtek, ők félnek még ettől az egésztől, lehet, hogy nem volt ebbe tapasztalatuk sokkor. Ezért szoktam én ragaszkodni ahhoz, hogy persze, hogy nem a gyerekkel kezdek el beszélgetni, hogy most mi lesz, mert általában ezek a gyerekek ugye kicsik, tehát hogy ritka az, akivel úgy tényleg akkora korban van már, hogy el tudjam neki mondani, hogy most miről lesz szó, de hogy a szülőkkel igen, találkozni és megismerni egymást. Ugye, amikor én belépek a házukba, és ugye belépek egy olyan helyre, hogy akár a hálószobáikba vagy a gyerekszobába, akkor ez egy olyan hely, ahova már úgy kell én bemenjek, mint egy barát. Sokszor van az a szülőknél, hogyha nem sikerül annyira előre lebeszéljük a dolgokat, hogy próbálnak úgymond pózolni, vagy hogy próbálják a gyereket ők motiválni, mert ugye ők már könnyebben kommunikálnak vele, akár tudják, hogy mivel tudják megnevettetni, vagy tudják, hogy mivel tudják akár odahívni azt a szegény kisgyereket, hogy én pedig tényleg sokszor ez ellen vagyok. Tehát, hogy megpróbálom inkább azt mondani nekik, hogy tényleg gyertek egyet sétáljunk, vagy volt olyan, hogy kimentünk egy erdőbe, és hogy tényleg, mint hogyha kirándulás lenne, és meghívhatok engem is. És én ott próbálok úgy bujkálni, vagy úgy előhozni azt az egész történetet, hogy egy kicsit talán motivált, tehát egy kicsit talán befolyásolva, de próbáljam arrafele fektetni teljesen a hangsúlyt, hogy tényleg pillanatokról szóljon, és ne arról, hogy beállítsuk azt a gyereket, aki tényleg unni fogja biztos, vagy lehet, hogy pont élvezi, de általában eddig az a tapasztalat, hogy tényleg nincs nekik ahhoz kedvük, hogy most megálljanak, vagy bármit is megmutassanak maguktól. A gyerekfotózásban nekem számomra talán ez is a legnagyobb motiváció, hogy nem tudsz egy gyerekkel kommunikálni, tehát ez az az első számú szempont, amit úgy figyelembe kell vegyél, hogy nem tudsz egy gyerekkel, ha tényleg egy újszülőtről van akár szó, vagy egy-két évesik, hogy nem tudod elmondani neki azt, hogy na jó, most akkor gyere ide álljatok, vagy gyere oda álljatok, és pont ez, amitől olyan lesz egy gyerekfotó, amilyen, hogy az, ami ott van, az full őszinte. Tehát, hogy tényleg egy eseményen, hogyha készül egy pár fotó, annak 90%-a biztos, hogy az ott megtörtént érzés, az ott megtörtént sírás, vagy kacagás, amit a gyerek tényleg ott előad, mert azt ő nem tudja akkor felfogni akkora korba, hogy ő most, ja Istenem, most én elsírom magam, de hogy van két fotós, vagy két filmes, vagy bármi. Ennek örülök tényleg, hogy egyre több témába felkeresnek, és én szívesen megyek el tényleg egy szülinapra is, mert teljesen más, mint akár egy keresztelő, vagy egy keresztelőbe is szívesen megyek el, de ott is egy pár feltétele, tehát hogy hívjanak már el, tehát hogy tudjak bekerülni már a családhoz, már akkor, amikor reggel elkezdődnek a készülődések. Tehát, hogy nekem például ott van a legtöbb olyan téma, ami majd utána gyönyörűen meg tud maradni. Kezdve az, hogy tényleg az öltöztetése a gyereknek, vagy az, ahogy megérkeznek a rokonok, ahogy mindenki elkezd foglalkozni vele, az a gyerek, ahogy fel kell, ahogy tényleg rákészülnek arra az egész templomozásra. A nagy gyerekfotósok azok tényleg mindig nők. Mert ugye egy anyuka az egy gyerek számára
már az első perctől kezdve, aki tényleg úgymond tényleg minden percben vele kell, hogy legyen. És igen, látszik is ez a fotókon, hogyha egy anyuka készíti, vagy hogy látom azt, hogy nagy különbség van az között, hogy tényleg egy keresztelőt például egy férfi vagy egy nő fotóz le. Mert még a nő sokkal jobban kitör egyes dolgokra, addig én lehet, hogy annyira nem. És pont ez megint a másik olyan motiváció, ami számomra, tehát hogy tényleg egy nagy kihívás, hogy úgymond férfiként, de hogy tényleg 23 évesként, hogy én is megpróbálok tényleg a gyerekekhez úgy odaférkőzni, hogy az jó tudjon lenni. Zárásként fogadják szeretettel a női szeszély ünnepi gondolatait Marosán Csaba színművész tolmácsolásában. Félünk a haláltól. És a halállal szemben a halhatatlanság lehetőségével áltatjuk magunkat. A fáraók piramisokat építettek, a költők ódákat írtak, a mérnökök Eiffel-tornyokat szerkesztettek. A társadalmi halhatatlanság azonban csak kevés embernek adatik meg. Van viszont a halhatatlanságnak egy hétköznapibb, emberibb formája. A gyermek. A gyermekek. Hiszen gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat, génjeinket, személyes nézeteinket, elveinket, tudásunkat. És gyermekeinktől remélhetjük megvalósított terveink és tetteink folytatását, elvetélt reményeink megvalósítását. És így, akinek gyermeke van, az tulajdonképpen halhatatlan.